mindenkit, az ifja Bocskai Gábor Jégcsarnokból, Fejérvári Titánok, Gyergyói Hoki Klub. Erzterlig a középszakasz mérkőzés következik. Nagy Ákos vagyok, a Fejérvári Titánok játékosa, és ma is itt van mellettem Kis Csaba, üdvözöllek. Szia Ákos, jó napot kívánok mindenkinek. Nagyon izgalmas mérkőzés lesz, nem is tudom leplezni az izgalmamat, hiszen az alapszakaszt követően most már ebben az alsóházi rájátszásban. Szép estét kívánok, köszöntöm a rendhagyó fehérvári beszélgetések nézőit. Rendhagyó, mert hogy Bauer Tibor kollégám úgy döntött, illetve közösen úgy döntöttünk, hogy meginvitáljuk azt a fiatal tehetséges szakkommentátort, akit láttak az imént a képenkön, Jelesül Nagy Ákos, szervusz, aki amellett, hogy elindult egy úton szakkommentátorként, azt is tudnunk kell róla, hogy egy fantasztikusan tehetséges ifjú, a Fejérvári Titánok legénységéhez tartozó, aki sajnos most nem játszhat, de erről később. 19. születésnapodat töltötted be december 13-án, és Miskolcon születtél. Ugyanakkor már 7 teljes esztendeje itt vagy velünk Fehérváron. Ez nagyon jó az Ocskai Akadémiának, mert hogy a tehetséggondozó program részeként nyilvánvaló, hogy szükség van arra, hogy egyszer a felépítmény eljuss az ébelig, eljuss addig, ami mindenkinek az álma, hogy címeres mezt húzhass felnőtteknél is, hiszen ez már megtörtént minden korosztályos válogatottnál. Nagyon furcsa a kérdés, de hogy kezdődött a pályafutásod? Hogy dönt valaki úgy, hogy 12 esztendősen nyilván a szüleiddel együtt, hogy fogja magát, összepakol, és egy másik városban kezd, ha úgy tetszik, új életet? Köszönöm szépen a meghívást először is. Hát mi először Miskolcról Győrbe költöztünk. Egy évet én ott is eltöltöttem, mert édesapám kapott egy új lehetőséget edzőként, mivel ő jégkorong edző, és régen játékos volt, és hát miatta kezdtem el jégkorongozni, és ezért egy évet eltöltöttünk Győrben, viszont akkor a Zalaegerszeg csapatát erősítettem. De mielőtt Győrbe költöztünk volna, Kercsó Árpi bácsi megkeresett minket, hogy van-e kedvem Fehérváron játszani. Akkor még nagyon fiatal voltam, és hát messze is volt Fehérvár, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy még várnánk ezzel, de nagyon jó lehetőség volt. Aztán pedig egy évet eltöltöttem ugye Zalaegerszegen, és utána úgy éreztük, hogy akkor most itt lenne az ideje megpróbálni, és elmentem egy 3 napos felkészülésre, ahol Árpi bácsi megnézett, és ott a 3. nap után azt mondta, hogy kellek a csapatba, és azóta. Nos, hát a Kercsó név kihagyhatatlan. Amikor arról beszélünk, hogy az utánpótlás jó kezekben van, akkor a mások mellett nyilvánvaló, hogy ő, mint egy legenda, remek szemmel, és azt hiszem, hogy én megkockáztatom, hogy a magyar jégkorong alapvetése. Ha ő valamit mond, akkor az úgy van. Tehát ő fedezte fel a tehetségedet. Ugyanakkor hogy kezdted az egészet? Hiszen nyilvánvaló családi indítatásra egy édesapád ugye jégkorongedző volt, de azért, ha valaki korcsolyacipőt húz és jégkorongedző az édesapja, még korán sem biztos, hogy van hozzá tehetsége. Igen, hát furcsa volt az elején, mert hát ez egy elég vicces, de 3 évesen jégre léptem, megpróbáltuk, hogy milyen, és hát elég nagyot estem egyből, és azt mondtam, hogy csúszik a jég, én többet nem fogok felmenni rá. Aztán apa úgy döntött, hogy 3,5 évesen Gyergyóba elmegyünk egy edzőtáborba, és elvitt engem is, és ott annyira megtetszett, hogy azóta nem lehet leszedni a jégről. Ugye apa Gyergyóban nagyon sokat játszott, úgyhogy így nagyon jó volt, hogy én is igazából ott kezdtem el a jégkorongot, ahol ő rengeteg évig játszott. Akkor ez a rendhagyó bejátszás korán sem véletlen, hiszen a Gyergyóval játszott a Titánok pont. Akkor visszafeltolultak a régi emlékek, gondolom. Igen, és idén nagyon jó volt, hogy végre eljuthattam abba a jégcsarnokba, ahol apa játszhatott, és nagyon jó érzés volt ott játszani nekem is. Gondolom, és édesapád is büszke volt. Igen, hát ő is nagyon örült neki. Bár talán jobban örült volna, ha a jégen lát viszont, de ennek is lesz majd folytatása nyilvánvaló.
folyamatos a fejlődésed. Én ahogy néztem, valamennyi korosztályos válogatottban szerepeltél, és feljebb, mint a korosztályod, mint ami az életkorodnál, rendkívül eredményes voltál, balkezes ütőfogással. Azt hiszem, hogy ezzel még nem mondtunk el mindent, mert a válogatottsághoz ma már Magyarországon nagyon jónak kell lenni. Hogy sikerült így fejlődnöd? Melyek az erősségeid, amelyet a klubedzőid, illetve a válogatott szakvezetői is észrevettek? Hát ez egy tényleg nagyon nehéz kérdés. Nem szeretek magamról ilyeneket mondani, de én talán az akaratomat emelném ki nagyon, mert tényleg bármikor bármit megteszek a csapat sikeréért, és talán amit az edzők nagyon szerettek bennem már alsóbb korosztályokban is, az, hogy a védekezésben tényleg önfeláldozóan ugrottam a lövések elé, bármikor, bármi volt. Ezt rengetegszer hangsúlyozták is az edzőim. Ugye valamennyi válogatottban szerepelt, hogy találtak posztot neked? Ez nehezen megy, én nagyon is jól tudom, egy bizonyos korosztályban még vacilálnak, mindig gondolkodnak az edzők, hogy a későbbiekben melyik poszton lehet a legeredményesebb egy tehetség. Igen, és ez először Fehérváron változott nálam nagyon sokat, mert én hátvédként jöttem ide. Apa hátvéd volt, és úgy voltam vele, hogy én is őt szeretném követni, úgyhogy hátvéd leszek. Aztán Árpi bácsi körülbelül 2 hét után mondta, hogy nekem elől a helyem, és így csatár lettem. A válogatottban még ez máshogy volt, ott még egy ideig hátvéd voltam, aztán balszélső, aztán center, mindegyik edzőnél más volt a feladatom. Ezt nagyon nehéz volt megszokni, mert ugye a klubban például első-második sorban játszottam, viszont lehet, hogy a válogatottban a 4. sorban a védekezés volt a feladatom. Úgyhogy... Tehát egy-egy ember hátrányos szituációt megoldani, ami rendkívül fontos. Igen, és nem félek jelenteni, hogy az ember hátrányos védekezés az egyik kedvencem igazából. Pedig rendkívül nehéz, azt nagyon is jól tudjuk. Folyamatosan fejlődtél. Valamennyi esztendőben nyertél magyar bajnokságot, ezt tegyük hozzá. Viszont ami egészen kiemelkedő, hogy az Ébel Junior Ligában, amikor játszottatok, rendkívül fiatalon, teszem hozzá, megint győztes gólokat szerezve, nagyszerű eredményeket értetek el. Igen, hát azok a döntők, amikre mindig emlékezni fogok, abban biztos vagyok. Óriási volt, amit csapatként leműveltünk tényleg. És hát bajnoki címet szerezni mindig nagyon nagy dolog. Hát főleg, hogy magyar bajnokság, osztrák bajnokságot egyaránt, és ráadásul én azt gondolom, hogy a szurkolók sem azt a Jesenice elleni mérkőzést, azt nem fogják elfelejteni, ahol ráadásul remekeltetek. Igen, hát ugye a Jesenice elleni mérkőzések is nagyon jók voltak, de talán mi játékosként mindig is a macelni döntőkre fogunk emlékezni. Ugye az óriási rangadók. És hát amikor először megnyertük mindkét bajnokságot, és ugye 2 nap alatt sikerült. Ugye, Ákos, 47 pont szerepelt a neved mögött, 21 gól, 26 gól passz. Ez azt jelenti, hogy mindkettő erősséged, mert azért valljuk meg, hogy van, aki elsősorban az előkészítésben jeleskedik, mások gólt lőnek. Te pedig egyikben is jó vagy, és a másikban is. Hogy mi lett az erősséged most? Így azért 19 esztendősen már tudjuk, hiszen kopogtattál és játszottál a Titánokban is, úgyhogy én azt gondolom, hogy egyenes út volt a tiéd. Hát felnőttben ez mindenképp sokkal nehezebb eldönteni, ott ugye nem is jöttek úgy a pontok, mint az U20-as vagy U18-as bajnokságokban. Nyilván ugye ez a rutin hiánya is lehetett. Úgy érzem, hogy talán inkább a passzolás most az, ami az erősségem lehet, mint sem a góllövés, inkább kiszolgálom a társakat. Gyorsaságod azzal, hogy feljebb léttél korban is, és nyilvánvaló a több edzés is segített ebben, az nyilván erre épül, illetve az ütőkezelés, a pontosság, tehát nagyon-nagyon összetett sportág, az emberek többsége el sem tudja képzelni. Igen, tényleg nagyon nehéz, mert mindenre oda kell figyelni, és rengeteg dolgot kell fejleszteni, akár egy nyár alatt. Például nekünk idén fiataloknak rengeteget kellett fejlődnünk abban, hogy a felnőtt bajnokságban megálljuk a helyünket.
Kik voltak azok az edzőid az édesapád után, akik, és Kercsó Árpádon túl, akiktől nagyon sokat tanultál? Hiszen én azt gondolom, hogy egy fiatal, ha odafigyel, és megfelelő kezekbe kerül, akkor bizonyosan mindenkitől el tud lesni valamit. Igen, és tényleg azért jó pár edző keze alatt megfordultam, ha mondhatjuk így. Kis Dávidnak is rengeteget köszönhettem. Tényleg sok mindent hozott ki belőlem, amit én nem láttam saját magamban, és más edzők sem. És Miskolcon is volt egy nagyon jó edzőm, Bíró Dénes, tőle is rengeteget tanulhattam. És hát azért Fehérváron egy évi Clint Thorntonnál is játszottam. Ő is rengeteg klippet mutatott, videókat visszamutatva, hogy mit hogyan kéne csinálni, miben kell fejlődni, és ő volt az talán, aki megtanított tényleg nagyon jól védekezni, ami ugye fontos a jégkorongban, és hát a válogatottban is Glenn Williamsonnak és Richard Maznak is nagyon sokat köszönhettem. Van-e példaképed? Mikor fel, nyilván az édesapáddal kezdődött a történet, de aztán így folyamatosan, ha valaki együtt játszik, látja azokat, akikre majd a későbbiekben szeretne hasonlítani, játéktudásban, viselkedésben, úgy általában a jégkorongban, az kit neveznél meg? Kiket neveznél meg? Igen, hát ugye apa mindenféleképpen az. És Ocskai Gábor is ugye nyilván, őt mindenki tiszteli, és én is felnézek rá, mert óriási volt, amit ő leművelt, és én Erdély családot szeretném mondani, mert tényleg az az alázata, hogy Csani küzd és dolgozik, és tegnap is lehetett látni a Salzburg elleni mérkőzésen, az tényleg példamutató, úgyhogy én Csanit mondanám a példaképemnek. Tehát egy fiatalt. Lehet tőle tanulni, bizonyos. Fontos, hogy azt mondtad, hogy alázat. Ez mit jelent a te olvasatodban emberként, illetve játékosként? Mert a kettő a jégkorongban nagyon szorosan összefügg. Hát én úgy érzem, hogy mindent megtesz mindenért, főleg a csapat sikeréért, és nem az egyéni dolgokat nézi, hanem csak a csapat érdekeket, és folyamatosan küzd, nem áll meg, bármi történik, ő úgy megy, ahogy azt elvárják tőle. Ugye, amikor elkezdődött a szezon, akkor abban reménykedtünk, és nyilván te is így vagy ezzel, hogy megszilárdítod a helyed a Titánoknál, ami ugye most remek szezont fut a Titánok, hiszen ott vannak az élen az alsóházban, ez nekünk nagyon jó mindenestől, és ahogy most olvastam ma egyébként az új szövetségi kapitány kijelölte a keretet, igaz, hogy sérülések miatt, de számtalan titán játékos bekerült. És ha nem lennél sérült, erről majd most fogunk beszélni a sérülésedről, akkor majdnem csak azt mondom, hogy igen, ott lett volna a helyed. No de, ez nem így van, emellett az Ebelben is szárnyal, ugye azt tudjuk, hogy két fantasztikus győzelem a rájátszásba repítette a mi fiainkat. No, és akkor jött ez a sérülés, beszél a sérülésről. Tudom, hogy nehéz, de akkor is kell, hiszen most tulajdonképpen annak is köszönhetjük, hogy szakkommentátorként megmutathattad magad, hogy egy nagyon súlyos sérülést szenvedtél. Igen, sajnos ez így van, október 15-én pont a Gyergyó ellen hazai pályán. Sajnos a vállam sérülést szenvedett, és műtétre volt szükség, ami hát egy 6 hónapos kihagyást jelentett a számomra, amivel biztossá vált, hogy az 20-as válogatott keretbe se lesz esélyem beküzdeni magam, és hát ez nagyon szomorú volt számomra, mert az utolsó junior válogatott szereplésem nem történhetett meg így. És hát ugye az első felnőtt szezonom is elég hamar véget ért, ugye 11 mérkőzés után egy, hát sajnos szerencsétlen ütközés miatt, ami... Márpedig a lövőkezed válla? Hát ütőfogásnál az alsó kezem. Ja, az alsó kezed. És egy szerencsétlen, nem is nagy ütközésnél sajnos kiugrott a vállam, ami szakított mindent, amit tudott. Tehát ez most már több mint 3 hónapja. Nyilvánvaló, jól halad a felépülésed? Igen, én úgy érzem, hogy nagyon jól haladok. Talán a héten engedélyt is kapok jégre lépésre újra, hogy legalább korizzak, mert már tényleg nagyon hiányzik. És remélhetőleg minél hamarabb rendbe jövök, és elkezdhetem a felkészülést a jövő szezonra.
Világos, mert hogy ilyenkor erősíteni sem nagyon lehet, hiszen a kézre, a felső testre mindenképpen szükség van. No, viszont ebben az értelemben szerencsétlenség, szerintem nincs a szerencsétlenségben szerencse, de viszont ezt tette lehetővé, hogy kipróbáld magad. Azt látjuk, halljuk, hallom én is, a nézők is, hogy szépen beszélsz. Viszont honnét jött a gondolat, hogy kipróbáld magad szakkommentátorként? Kaptam egy felkérést az egyik EBL mérkőzés előtt, hogy a Fehérvár TV-nek kommentáljak egy EBL mérkőzés szakkommentátorként. Egyből igent mondtam, mert én kicsiként is imádtam kommentálni, ahogy játszottam Lego figurákkal, hokis kártyákkal, bármivel, és nekem megmondták a szüleim is és mindenki, hogy én ezt fogom csinálni, ha felnövök. Ezt ők már akkor látták bennem, utána jöttek a videójátékok, ugyanúgy kommentáltam mindent a mai napig, ha otthon egyedül vagyok és nem hall senki, akkor szeretem kommentálni. Helyes. Ez a pazar gondolat egyébként megint csak Bauer Tibor kollégámat dicséri, aki egyik oldalról remek operatőr, a másik oldalról pedig felfedezte azt a szunnyadó, rejtett tehetséget, ami megvan benned. Mert azért valljuk meg, hogy tipikusan olyan sportág a jégkorong, ahol egy szakkommentátorra szükség van. Olyan gyors a játék, én ezt személyesen tapasztalatból is mondom, hogy nézőként, ha a televízióban nézem, azokat a finomságokat nem veszem észre, illetve fogalmam nincs, hogy mi miért történt bizonyos esetekben, független attól, hogy sportkedvelő és valamelyest sporthoz értő ember vagyok. Tehát ezt te kihasználtad maximálisan. Hogy készülsz egy mérkőzésre? Statisztikákat szoktam írni, általában minden lényeges dolgot leírok a legpont erősebb játékosoktól kezdve az egymás elleni mérkőzésekig, az utolsó három mérkőzések, mindenféle statisztikát kiírok a holnapokról, vagy ugye hát most felhozhatom megint a gyergyői csapatot, hogy ott elég nagy nevek is szerepelnek a keretben, és hát utánuk is rájuk kerestem, hogy hol játszottak, ilyenek, úgyhogy tényleg megpróbálok minden érdekességet összeszedni, és utána azt elmondani azzal is, megfogva remélhetőleg jó pár nézőt. Tehát nagyon fontos, hogy a stílusokkal is tisztában vagy, hiszen korán sem mindegy, hogy valaki az északi, tehát a finn-svéd stílust erőlteti, vagy illetve szeretné játszatni, vagy a tengeren túli, a kanadait, vagy éppen az orosz iskolába szerelmes egy-egy mester, és ezekkel te tisztában vagy nyilván. Igen, hát azért próbálok ugye mindig tisztában lenni, és mindig mostanában ugye rengeteg meccset nézek ezáltal, hogy jött ez a kommentálás dolog. Próbálok te mindenkitől tanulni, és minden kis jó dolgot ellesni másoktól. És azok a szituációk, amelyek kétségesek, te átlátod nyilvánvaló. Viszont hogy szoktad meg, hogy nem szurkolsz? Ez nagyon nehéz volt. Az első mérkőzésen, amikor én voltam a fő kommentátor, akkor nagyon nehezen ment, hogy nem szurkolhattam ugye a saját csapattársaimnak a jégen, hanem pártatlanul kellett végig nyomni egy mérkőzést, aztán utána kezdtem beleszokni, és pont egy vasas mérkőzés volt hazai pályán, amikor tudtam, hogy nagyon pártatlanul kell végig csinálnom azt a mérkőzést, mert rengetegen nézték Pestről. És viszont mérkőzés végén rengeteg nagyon jó visszajelzést kaptam, hogy kevesen tudnak ilyen pártatlanul beszélni, mint ahogy én azt véghez vittem, és nagyon örülnek neki, hogy végre nem csak csöndbe kell nézni a meccset, hanem valaki hozzáértő is segít benne. Ezt mondom, ez és ez abszolút megerősítést jelent, egy-egy visszajelzés, gondolom én. Igen, nagyon jól esnek az ilyen visszajelzések, hogy velem sokkal élvezhetőbb a meccsnézés, meg ilyenek. Ennek ellenére a csapattársaid és az edzőid bizonyosan visszavárnak. Igen, nagyon remélem, hogy visszatérhetek hozzájuk a következő szezonra. Nehéz dolgom lesz beverekedni magam a csapatba, abban biztos vagyok, de mindent meg fogok tenni azért, hogy jövőre is. Nincs kétségem felőle, optimista vagyok, tehát akkor az elsődleges dolgot, hogy felépülj. A másik pedig, amit én mondok, és a kollégáimmal ebben egyetértünk, azt hiszem, hogy ezt folytatnod kell mindenképpen. Mert hogy bármilyen szépen beszélsz, és nagyszerű szakkommentátor leszel, illetve már vagy is, de azért bőségesen van tanulnivalód. Milyen vágyaid, álmaid vannak?
ebben a műfajban? Az, hogy a jégkorongban nyilván nagy válogatott szeretnél lenni, először a titánokban, elsősorban, aztán az ébelben, aztán a válogatottban, és így tovább. De először most beszéljünk a televíziózásról. Mindenképp szeretném magam kipróbálni ugye egyre több helyen. Tegnap például volt egy szerencsés alkalmam addigi sportnak szakkommentálni. Ez egy óriási dolog. Igen, és nagyon örültem a felkérésnek, mert ahogy hallottam, Szélig Viktor ajánlott be addigi sport csatornájához, hogy én szakkommentáljam azt a mérkőzést. Úgyhogy tényleg az ilyeneket szeretném kipróbálni és megmérettetni magam minden helyzetben, akár más sportágnál is szívesen kipróbálom magam, aztán meglátjuk, hogy hogy alakul. Nyilván ezzel szeretnék foglalkozni, mert élvezem. Tehát kinézted már az egyetemet? Még nem. Most először úgy néz ki, hogy az edzői pályát is elkezdem, most már annak is nekiálltam, és akkor utána, ha lesz edzői papírom, akkor utána nekiállok a kommunikációs szakmának is. Örömmel várjuk, annál is inkább, mert én azt gondolom, hogy aki ilyen szinten tud kommunikálni, az a töpörtjüknek nagyon sokat fog tudni segíteni, hiszen a saját tapasztalatait is át tudja adni, amit az édesapjától tanult, mert az nagyon jó út, biztos vagyok benne. A másik oldalról pedig, hát azért hadd legyek elfogult, kellenek a jó riporterek, de először is ugye azt szeretnénk, ha visszatérnél a jégre. Ez mikorra várható? Hát úgy néz ki, hogy egy-két héten belül. Tehát a jégre lépsz, oké, de amikor már meccsen is láthatunk? Az jövő vagy most szeptemberben lesz, mert azt mondták, hogy májusban játszhatnék mérkőzést, de hát ugye májusban már nagyon jég sem lesz, úgyhogy ez szeptemberben vagy augusztusban egy edzőmérkőzésre remélhetőleg már a csapattal lehetek újra. No, Ákos, kerek a világ a sérüléseden túl? Igen, azt mondhatom, hogy teljesen. Mit kívánjunk neked? Szerintem először az, hogy felépüljek, aztán pedig, nem tudom, álljam meg a helyem mindenhol. Jó, én azt szeretném, ha egy másik, elmondhatnám magamról majd később, hogy egy második Török Lacival találkoztam itt Fehérváron, a Fehérvár Médiacentrum stúdiójában, aki elindult egy úton, és hát ugye tudod, a határ a csillagos ég. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, egy fantasztikus fiatallal találkozhattak. Nagy Ákos volt a vendégem, aki amellett, hogy egy remek junior válogatott jégkorongozó, az Ocskai Akadémia, illetve a Ébel csapat egyik várományos nagyszerű tehetsége, emellett nagyszerű szakkommentátor is. Várjuk vissza őt a jégre, és szívesen hallgassák velem együtt a közvetítéseit, higgyék el, megéri. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót mindnyájuknak, viszontlátásra!